Szeretettel köszöntöm a Szent Maradékot, ezt mindig mondom, hogy a Szent Maradék az értékesebb, mint a többi. Mert ők kitartottak a babiloni fogságban is a hit mellett, és most ti vagytok a Szent Maradék. Hát érthető, bejött a jó idő. Ugye esik, akkor azért nem mennek az emberek templomba, a süt a nap, akkor azért nem mennek az emberek templomba. Most így vagyunk. De vannak hűségesek, akik ha esik, ha fúj, mindenképpen, vagy ha süt, akkor is itt vannak. Úgyhogy örülök neki, hogy együtt vagyunk. Azért kül arcokat látni. Szóval kevesebb lehetősége van televízió beszélni, meg ilyen mikrofonnak, vagy kamerának, azt tudja, hogy milyen nehéz egy embernek, aki emberekhez szokott, kamerából beszélni. Nem látok arcokat. Volt egy magyar tanárom, Bencés, pap volt, azt mondja, hogy mindig káposzta fejeknek predikálok. Én nem látok arcokat, nem is akarom látni őket. Én meg ellenkezője vagyok. Tehát nem káposzta fejeknek beszélek, hanem embereknek. És sokkal könnyebb, hogyha látok magam előtt embereket. Ezért köszönöm, hogy itt vagytok. Még nem döntöttük el, de még júniusban szerintem folytatjuk, akkor lenne egy év befejezve, most csak elkezdem. Én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert nem vagyok házas. Tudjátok? És a megbocsátásról kell beszélni. Én könnyen fogom mondani, nektek nehezebb ez gyakorolni. És Sanyi egyetértelem látom nagyon. Úgyhogy erről szeretnék szólni, a megbocsátásról, illetve sok minden más hasonló témát. Ugye a szeretet himnusz mondjuk most már pár hónap óta, és jó hallatszik? Jó hallatszik, jó. Legutóbb az önzetlenségről volt szó. Ugye a szeretet nem a saját érdekeit szolgálja, nem keresi a maga javát. Ugye itt a Szent Atya egybevetette, múlt alkalommal itt fejeztük be, hogy a pszichológia azt mondja, előbb szeresd magadat, utána képes vagy arra, hogy szeresd a párodat. És itt a rivalizálhat a két vélemény. A szeretet himnusz ugye azt mondja, hogy a szeretet nem keresi a maga javát, viszont ha nincsen meg az önmagunkkal való békülés, akkor nem vagyunk képesek ugye szeretni a másikat, és akkor Aquinói Szent Tamással oldja fel ezt a feszültséget, hogy az édesanya jobban örül annak, hogy a gyerekeit szeretheti, mint hogy őt szeressék a gyerekek. Ez lenne az édesanyák hívása, és azt gondolom, hogy ez szokott működni. Szinte mindig nekem, amikor gyerek születik egy házasságban, mindig az óvaintem Angliát, hogy nagyon kell arra vigyázni, hogy az anyukákban az anyai ösztön nem újja fölül a feleségi kötelességeket. Tehát a házasság továbbra is szent. A család kiinduló pontja és célpontja a házasság. Ebből nem lehet engedni. Akármilyen ütközési pont van, sokszor elmondom, de ezt itt is elmondtam már, hogy nincsenek helyén a dolgok. Tehát mikor, azt hiszem, hogy házasságban a két fél akkor érzi magát biztonságban, ha mindegyik tud kockáztatni a másikkal, másikért, konfrontálódni személyekkel, feladatokkal. Ugye nagyon-nagyon nehéz, amikor nagyon fontos dolgokat látunk magunk előtt, és úgy érezzük, hogy a házastárs az nem látja, hogy fontosabb lenne a házasság, én félre vagyok téve, ez nagyon nehézé teszi a házastársi kapcsolatot. Szóval jó Isten adja meg minden házasságnak a tisztánlátást. A házasság az első. Ezt biztos, hogy mondtam 100-szor, még fogom 200-szor mondani. A család kiinduló pontja és célpontja a házasság.
Ebből nem szabad engedni. Ezt a... Testvérek, most nagyon csúnyát fogok mondani, és félreérthető, és így nem igaz. Tehát a... Még az Isten elé is való a házasság, de jól értsük, nem igaz. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy az Istent a házas ember a házastársán keresztül szeretheti. Tehát ha vannak ilyen vallási mániákusok, aki mindent eléje tesz, ami vallásos program a házasságának. Valójában talán valami tudatalatti menekülés a házasságtól. Tehát nem szabad Istennel takarózni, hogy a házastársat háttérbe szoríthassam. Tehát a család kiinduló pontja és szélpontja a házasság. És ha unokák születnek, akkor is a házastárs az első. Tehát nem az, hogy a múl megtette a kötelességét, és üljön ott a sarokba, mert betették az unokákat hozzánk. Nem ez a dolgunk. Tehát a gyerekek szintjén is, a unokák szintjén is úgy hagyunk maradandó és követhető mintát, hogyha a házastárs az első. Ezt nagyon fontosnak tartom. Szóval én nagyon lassan úgy értettem meg ezt, hogy amikor faluba voltam, kicsi falvakban, és hallgattam az öreg néniket, sok mindent tudnék idézni, nem akarok semmit se, csak az, hogy milyen vallás megvetést tudott kialakulni a férjekből, vagy Isten iránti féltékenység, azért, mert a feleség a templomra hivatkozva teszi félre a férjét. Nagyon lassan tanultam ezt meg. Nagyon lassan tanultam meg. Tehát akik megházasodtatok, ezt választottátok, ezt kaptátok hivatásul, mert mi is csak kaptuk a hivatásunkat Levente atyával. Ugye mindegyikünk kicsit más árnyalatta, de ugyanaz a hivatásunk. Tehát ez a hivatásunk, és ennek kell elsőbséget adni. Nektek meg az a hivatástok, és annak kell elsőbséget adni. Enélkül nem működik a házasság. Talán, hogy mondjam, nem pap szájából szeretnénk ilyet hallani, de a házasság érdekében mondom, és a helyes Isten tisztelet érdekében mondom. Hogyha most ez a gondolatsorhoz kapcsolom, akkor idézném az Ószövetségnek az a szavát, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Tehát pláne, hogy a másik gyakorolja az áldozatot, itt nem a vallási kötelezettség, tehát a vasárnapi misehallgatás kötelezettségéről beszélek. És amikor is fakultatív program van, akkor mit áldozok be? Mondjuk egy vallás egyház által meghirdetett fakultatív programot, vagy a házastársamat. Itt kell nagyon óvatosnak lenni, mert el tudunk csúszni félre, és a prioritások össze tudnak keveredni bennünk. Ez a befejezés csak. Az első gondolat, amit kiveszünk mostan, aki esetleg akarja követni a dokumentumból, a 62. oldalon vagyunk, a 103-as pontnál. A szeretet nem gerjed haragra. Én nem tudom, hogyha itt megszólalhatnátok a házaspárok, akkor el tudnák-e mondani, hogy mi úgy éltük le az életünket, hogy a szeretet nem gerjed haragra. Én azt gondolom, hogy minden házasságból sikerült haragra gerjedni már. Ugye ez a nép ajka ezt pontosan tudta, hogy nincsen tányércsörömpölés nélkül. Más is van, ugye. Angyalos szárnya is összekoztam, többször idéztem már. Én így ismerem a házasságot. Úgyhogy tányér csörömpöl, az angyalos szárnya összekoztam. Ez vele jár az élettel. Tehát a szeretet nem gerjed haragra. Nem gerjed haragra. Ugye az első szava a himnusznak az, hogy a szeretet türelmes. A szeretet türelmes.
Emlékszünk rá, hogy jóságos és türelmes. Az egyik az inkább egy passzív oldala a szeretetnek, hogy jó van. A másik az aktív oldala, jóságos. Jóságos. Itt is a Szent Atya ehhez a szeretet himnusznak, ehhez a szavához kapcsolja, hogy nem gerjed haragra. Tehát kerüli mások gyöngeségeire, vagy tévedéseire irányuló durva reakciót, erre utal a nem gerjed haragra. Tehát szerintem 23. János Pál, után Levent atya pontosan tudná idézni, hogy mondja 23. János Pál, hogy ugye nem fontos dolgba hadd rá, a kevésbé fontosoknál is hagyd rá, a fontos dolgba, amit koccanjatok nyugodtan. Szóval van ennek egy ilyen fokozata, most nem jól idéztem a 23. János Pál pápát. Egy belső erőszaktól meg nem nyilvánuló ingerültségről van szó. Belső haragtól, ugye mondja a Szent Atya, nem megnyilvánuló ingerültségről van szó. Tehát amikor, testvérek, ez annyiszor hallja az ember, hogy a belső haragból fakadó ingerültségről van szó. Tehát ismerjük már a méhűtőnek a fogalmát, még én is ismerem, hogy amikor méhűtőbe eltesszük a sérelmeinket, és amikor aztán sikerül, akkor elővesszük a méhűtőből. Nem fölmelegítve és nem langyosítva, hanem úgy nyersen. Ugye egy méhűtőből kivett portékával le is lehet ütni valakit. Gyakoroljuk ezt nagyon szépen a házasságban. Tehát, hogy az elraktár, ez a mondatai ezeknek a magatartás formáknak, mert te mindig, mert te soha. És ahol kezdődik Ádám Évától a történet. Mert te soha, mert te mindig. Tehát a méhűtőből gyorsan kiszedem, amit a másik fejéhez vághatok. És a méhűtés ilyen edénybe eltett portékával agyon is lehet valakit ütni. Erről van szó, hogy a szeretet nem gerjed haragra. Tehát egyfajta külső ingerre reagáló, belső méltatlankodást jelent, egy belső erőszakról meg nem nyilvánuló ingerültségről van tehát szó, mely védekező pozíciót vesz föl másokkal szemben, mintha azok kerülendő ellenségek volnának. Tehát egy védekező pozíció. Tehát a másik mond valamit, és bennem kapcsolódik a méhűtőbe elrejtett ugye sérelmekkel, és akkor mindjárt a másik, szóval mind a kettő méhűtőbe dolgozik, vagy legalább az egyik. Ez az hiszem minden házasságban ismerős jelenség. Nekem most egyszerű mondani, de mondjuk az otthon megbeszélték az ilyenfajta szép emlékeket, hogy mikor sikerült így reprodukálni a méhűtőből elővett portékákat, az érdekes lenne. Nem érdekes, csak nevezhetek rajta össze újra. Az ilyen belső agresszivitás táplálása, mondja a pápánk, semmire sem jó, csak megbetegít, végül pedig elszigetel. Tehát amikor mindig, mindenre ez a reakció, mert te mindig, mert te soha, akkor sikerül egy stusszot csinálni kettünk, izolálódunk egymástól. Nagyon, nagyon okosnak kell lenni. Inkább menjetek el, ezt én házasságból hallom, hát
Mikor elkezdte az asszony, akkor lementem a háztömb köré, és akkor körbejártam kétszer. Akkor visszamentem. És akkor az asszony meg azon dühünk, hogy az emberemig össze se lehet veszni. Nem olyan nagy baj ez. Szóval ezt mondja a második János Pál, mindjárt mondjuk közel, lesz még ilyen témánk. Szóval a második János Pál, amikor azt mondja, hogy amikor nem tudunk egymásnak megbocsátani, tehát a haragra nem gerjed helyett, a haragot őrizzük, akkor mindig hadi kiadásokra gyűjtünk erőt. Ahelyett, hogy a békéhez gyűjtenénk az erőt. Tehát erről szól a Szent Atya, hogy ne hadi kiadásokra gyűjtsünk, és ne raktározzuk el a méhűtőbe az ilyenfajta élményeinket, hanem dobjuk ki a kukába. Jobb helye van ottan. Jó? Az ilyenfajta helyzetek semmire sem jók, csak megbetegítik, végül elszigetelik a házastársat. A méltatlankodás helyén való, amikor egy súlyos igazságtalanságra reagálunk, ám káros, ha teljesen át akarja hatni a másik iránti viselkedésünket. Tehát ez, amit a 23. János pápától akartam idézni, csak nem pontos, hogy a nagy dolgokban ki kell mondani a véleményünket. Tehát amikor úgy érezzük, hogy a házasság vagy a család java sérül. Lehet, hogy tévedünk. De hogyha ez a attitűd egy házasságban kialakul, akkor tudunk egymásba bízni, hogy most nem a saját védelméről szól, és nem is támad, hanem a közös javunk érdekében mondja ezt, amit mond, és ütköznek a vélemények. Intelligencia kérdése ez, meg fegyelem kérdése. Az evangélium inkább arra szólít, vegyük észre a gerendát saját szemünkben. Ismerjük. És keresztényként nem hagyhatjuk figyelmen kívül Isten szavának állandó felszólítását, ne tápláljuk a haragot. Ne engedd, hogy legyőzön a rossz. Ne fáradjunk bele tenni a jót. Csupa szentriási hely. Egy dolog, megérezni a kitörő agresszivitás erejét, és más dolog, beleegyezni, hagyni, hogy állandó magatartássá változzon. Tehát erről nem gerjed haragra. Tehát, hogy ez egy habitusunkká válik, tehát mindjárt másik fejébe húzzuk a fazekat, vagy pedig van annyi fegyelmünk, hogy meghallgatjuk. Azt szoktam mondani így házaspároknak, hogy mikor valamilyen feszült vita alakul ki, egy rossz attitűd jön elő valamelyikből, hagyjátok abba, majd erre később visszatérünk, és semmi baj nem lesz. Semmi baj nem lesz. Ezért mondja Pál apostol az Efezus levélben, a nap ne nyugodjék le haragatok fölött. Ezért nem szabad soha a családban békekötés nélkül befejezni a napot. És hogyan kössek békét, teszi fel a kérdés a Szent Atya? Boruljak tédre a másik előtt? Nem. Csak egy apró gesztus, egy kis kedvesség, és visszatér a családi harmónia. Lehet, hogy meséltem, ez egy pár héttel vagy hónap ezelőtt hallott élmény, egy házasság összekoccant. Testvérek, ebben nagyon különbözőek vagyunk. A szerelmes hittanosoktól sokat tanultam, mert ők szerelmesek.
De az ott is előfordul, hogy amikor összekosszannak, akkor azt hittem, hogy könnyű kibészkülni egy friss szerelmes párnak. Nem. Van, amelyik nem tudja engedni. Ne érje hozzám, borsozik a hátom. Annyiszor hallom ezt a mondatot. Házasságban, de szerelmes pároknál is. Ugye én nem udvaroltam, és ebben a viszonyban nem voltam. Én csak ilyen tapasztalatokból gyűjtöm össze. Na szóval, néha van, hogy nem tudunk este kibékülni. De és azt történik ebben a házasságban, hogy már nem tudom melyik a fiai vagy lány része a házasságnak, jött haza a munkahelyéről délután, és tudta, hogy a párja nagyon szereti a gesztenyepürét. És bement a cukrászába, és egy gesztenyepürével tért haza. Hát itt sokkal könnyebb megbeszélni egy feszültséget. Szóval szent, hogyha erre utalítan, hogy apró gesztus. Ti ismeritek egymást, ki a kolerikus, ki hogyan hordozza ki az ilyen ütközéseket, de a gesztenyepüré, ha csak nem undorodik tőle a párod, a gesztenyepüré mondjuk az egy jó példa. Nagyon konkrét történetről van szó. Csak egy apró gesztus, egy kis kedvesség, és visszatér a családi harmónia. Elég egy szavak nélküli kedveskedés, de soha ne fejeződjék be a nap a családba a békekötés nélkül. Elég sok házassága volt dolgom az életemben, egyetlen eset volt, ahol a házas élet maga rendezte a feszültséget. Tehát egy fordított járatú házasság volt. Tehát, hogy összebújtak, ahogy szokták mondani a házaspárok, ugye, és vége volt a feszültségnek. Ebben egyszer találkoztam ezzel a módszerrel. Másiknál mindig előbb ki kell elkezdődni, és utána működik a maga a házas élet. Tehát csak egy apró gesztus, ezt kereteztem be itt a Szentatya szavából, és ezt szeretném tovább adni nektek. De soha ne fejeződjék be, mondja még egyszer, a nap a családban béke kötés nélkül, a katekizmust idézi a Szentatya. Más, a mások által okozott bosszantásra adott belső reakciónak, szívbéli áldásnak, a másik iránti jó akaratnak kellene lennie, egy Isten felé elhangzó kérésnek, hogy szabadítsa és gyógyítsa meg őt. Testvérek, amikor sikerül fönnhordanunk az orrunkat egy házastársi koccanásban, vajon eszünkbe jut-e, hogy Istentől kérni az erőt, hogy tudjuk szépen feloldani ezt a feszültséget. Tehát az Isten se szabadna kihagyni a játékból. Tehát a házasság szentsége ez. Jelen van az Isten. Ő ott van. Ugye, nem tudom, erről beszéltünk-e. Szóval az oltári szentség kultusza kialakult. De a házasság szentségében jelenlévő Krisztus iránti kultusz, az nem alakult ki. Nem alakult ki. Ez a bajunk. Tehát azt tudnunk kell, hogy jelen van Jézus a házasság szentségében. Erre mondja az első Péter levél, ezt ízi a Szentatya, hogy mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen örökségetek. Mikor egy ilyen koccanásnál besötétül a világ, még az is eszembe, hogy miért házasodtam vele meg, vagy most elválok, nem, áldást mondok, nem átkot. És ezek nem naivitások ezek, hanem igaz megoldások. Ha harcolnunk kell valami rossz ellen, tegyük meg.
De mindig mondjunk nemet a belső erőszakra, vagyis az elraktározott haragra. Ez ennek a szónak, ahogy a Szent Atya látja, az értelmezése. Tehát nem gerjed haragra, nem engedi ki a szerepet. Tehát nem veszi elő a mélyhűtőből a dobozokat. Nem rakjuk oda, nem hogy oda rakjuk, hanem fejéhez vágjuk a másiknak. Nem jó ez. A következő szó, amire a Szent Atya kitér, a rosszat nem rója fel. A rosszat nem rója fel. Ha egy rossz gondolatnak megengedjük, hogy belénk hatoljon, teret adunk a haragnak, amely befészkelődik a szívbe. Tehát testvérek, ez ugyanarról beszél a Szent Atya, mint előbb. Tehát az elraktározott rossz. Az elraktározott rossz. Tehát nem az a dolgunk, hogy akkor betesszük a frissidérbe azt, amivel a másik most rosszat szólt. És majd alkalmatán elővesszük. A szeretet nem tartja számon a rosszat. Vagyis nem jegyzi meg. Ez a pozitív magatartáson alapuló házasságnak a titka. Tehát gondoljuk meg, hogy tehát nem szokásunk-e ez a frizsider magatartás, hogy elraktározom, és majd alkalmattán előveszem. Ez itt a kérdés. Ezzel szemben gyakran arra törekszünk, hogy egyre több vétket találjunk, egyre több rosszaságot képzeljünk be, feltételezünk mindenféle rosszat, rossz szándékot, és a harag egyre nő, és gyökeret ver bennünk. Így azután a házastárs bármilyen tévedése vagy botlása károsíthatja a szeretet kötelékét és a családi stabilitást. És eszembe van egy ilyen kis egy házaspár mesélte el, hogy összekosszantak, és a pici óvodás vagy iskolás gyerekről van szó, riadtan megy oda valamelyik szülőjéhöz, mert az iskolában vagy óvodában inkább óvodásról van szó, hogy hallotta, hogy az óvodás társai közül a szülők elváltak. És a félelemmel oda ment a pici valamelyikhez, hogy azt mondja az anyjához, anya, ti is el fogtok válni. Tehát a pici az egy fantasztikus érzékeny lény. Az leszedi azt a feszültséget, ami a két ember között ott van. Tehát mikor elraktározzuk a sérelmeket. Ők észtesen vették, békébe feküdtek le, de a picikében nem ez maradt meg, hanem a félelem, hogy anyáik is el fognak válni. Nagyszülőknél ugyanígy. Tehát mindig mintát hagyunk, testvérek. Mindig mintát hagyunk. Így aztán a házastárs bármilyen tévedés vagy botrás károsíthatja a szeretet kötelékét és a családi stabilitást. A probléma az, hogy néha mindennek egyforma, nagyon szép mondata a Szent Atyának. Tehát a probléma az,
hogy néha mindennek egyforma súlyosságot tulajdonítunk, ami azzal a veszéllyel jár, hogy kegyetlenné válunk a másik bármilyen tévedése miatt. Ez a merte mindig. Tehát sokszor előfordul, hogy a másiknak más a véleménye. Most ebből egy ilyen általánosítás, merte mindig, merte soha, ez gyilkolja a házasságot. Gyilkolja a házasságot. Tehát nagyon fontos mondatok ezek. Nagyon fontos mondatok. Tehát amikor mindennek, a másik ellent mond, és mindennek egyenlő súlyt ad. Meséltem már talán valami férnek a szava jut eszembe, hogy azt mondja, elkezdi az asszony, hogy eldöntöm, hogy oda kell-e figyelni, vagy nem, és akkor mind a két fülemet használom. Nem egészen jó a módszer. Nem egészen jó a módszer. Tehát ez a mindennek egyforma súlyt adunk. A másiknak fájhoz a feje, a munkahelyén kicsinálták, lehet, hogy rossz szót, rossz hangsúlya. De ne úgy értékeljük. Ne úgy értékeljük. Tehát még egyszer mondom, ezt a mondat kezdetét csak. A probléma az, hogy néha mindennek egyforma súlyosságot tulajdonítunk. Egy nagyon szép mondata a Szent Atyának. A saját jogok helyes érvényesítése helyére inkább állandó és azonos intenzitású bosszúvágy lép, semmint a saját méltóság egészséges védelme. Tehát mikor bosszúvágy kerekedik fölül, a másiknak egy negatív hangsúlyú kijelentésével szemben. Tehát ezt nem kiszabadítani magunkból. Tehát testvérek, ilyeneket is az ember hát hall, azért hadd mondjak pozitívat is, nem csak negatívot. Mikor összekoccannak, és akkor a másik utána gondol, hogy igen, rájöttem, hogy a munkáim kicsinálták. És akkor innen kezdi már tovább. Nem könnyű dolgok ezek. Ha megbántottak, vagy becsaptak, a megbocsátás lehetséges és kívánatos. De senki nem mondja a Szent Atya, hogy könnyű. Akár még a házasságtörésre is gondolhatunk. Tehát olyan kemény helyzetekben láttam a megbocsátást. Szóval mindig ilyenkor az a szentírási mondat, hogy a misében imádkozunk, Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tehát vannak helyzetek, amit, hogy mondjam, nem lehet meg nem történté nyilvánítani. Csak egyetlen lehetséges módja van, hogy elveszem a bűnt. Megbocsátom, de úgy, hogy nincs többé. Olyan nehéz helyzeteket láttam, és olyan szép példáim vannak rá. És egy nagyon kirívó, lehet, hogy ismételim magamat néha, hogy nagyon kirívó történet, amikor egy fiú elment kuplerájba, mikor a gyerek, a feleség a gyerekét várta. X-edik gyereket. És akkor a fiú nem tud magának megbocsátani. És a lány el tudta venni ezt az ostobaságot. És ő vigasztalta a férjet, hogy merjen az ő szemébe nézni, és merjen a gyerekei szemébe nézni. A születendő gyereke szemébe. Ez a csimborasszony, amivel találkoztam. Szóval ilyet is, nincs más, csak elveszem a bűnt.
Szóval vannak helyzetek, amikor nincs más megoldás, csak ez. Soha nem fogom elővenni. Soha nem fogom a fejére szárni. Megtörtént, ő is bánja, és nincs a bűn. Meggyón, annyiszor látok ilyen normális, szóval nagyon nehéz eseteket. Hogy papként, hogy elcsodálkozom, hogy hát azért, hogy nem undorodik egyik a másikától. Ilyen nagyon nehéz történetek. És ha a feleség meg egy könnyed gesztussal mondja, hogy nincs a bűn, de sok nem ilyen egyszerűen, hanem gyengétséggel is a megbocsátás mindenféle gesztusával. Tehát egy házasságban vannak helyzetek, amikor semmi más megoldás nincs, csak elveszem a bűnt. És nincs. Semmi véfoszlik. Az igazság az, hogy a családi közösséget sem megőrizni, sem tökéletesíteni nem lehet másként, csak az önmegtagadástól és az önátadástól irányuló komoly törekvésre csel. Tehát ahhoz, hogy tud elvenni a másik bűnét, emögött ott kellene a megbocsátásnak, hogy mondja a Szent Atya, az önmegtagadástól és az önátadástól való törekvésnek. Ezek egyszerű szavak, de megcsinálni nem olyan egyszerű. Egy közösség ugyanis minden tagjától megbocsátástól, türelemre, elnézésre, egyetértésre és kiengesztelődésre nagy lelkűen készséges és hajlandó akaratot követel. Vegyük végig a szavakat. Nagyon rokonértelműeknek tűnnek, de aki benne van egy ilyen nehéz helyzetben a párjával kapcsolatosan, az itt akkor nem olyan egyszerű szavak, meg akkor értelmi szavak. Tehát a családi közösséget nem megőrizni, sem tökéletesíteni nem lehet másként, ez második János Pál mondja, csak az önmegtagadásra, az önátadásra irányuló komoly törekvésre csel. Egy közösség ugyanis minden tagjától megbocsátásra, türelemre, elnézésre, egyetértésre és kiengesztelődésre nagy lelkűen készséges és hajlandó akaratot kíván. Testvérek, még nem ért véget a mondókám, de ha hadnék házi feladatot, a mai foglalkozás végén, akkor ezt kérném, hogyha van valakiben valami tüske a pálya részéről, húzza ki és dobja a csodába. Ne cipeljük magunkba. Ne cipeljük magunkba. De csak így működik a házasság. Minden család tudja, hogy a vak önszeretet, a széthúzás, a veszekedések és a nézeteltérések mennyire kérdésessé teszik, és nem egyszer halálosan megsebzik a közösséget. Tehát amikor az önszeretet fölülmúlja a te szeretetet. Tehát valaki így fogalmaz, hogy a közösségi élettel kapcsolatosan, hogy a közösség csak úgy tud létrejönni, ha a közösség értemtől eljutok az én a közösségig. Ez az önzésnek a legyőzése.
Ez az önzésnek a legyőzése. Ugye ilyen hittancsoportokban hányszor megtörténik, ott hagyja, mert mesélte, vagy nem tudom mi. Ugyan a szerző azt mondja, hogy ott hagyhatod a közösséget, de akkor, amikor már nem is tudsz adni. Tehát a közösség értemtől, egy házasságnak ez a titka, eljutni, hogy én a közösségért. Enélkül nincsen házasság. Tehát mikor akár szerelmi háromszögekben, amikor azt, hogy most nekem ez így jó, és akkor kimondom ezt az ostoba szentenciát, hogy ebből a házasságból több nem hozható ki, most újra kezdek. Aztán már rövid idő múlva, mert önmagát odaviszi a másikba is, visszamenne a már párjához, de akkor az is már valakit talált. Annyian nyomorúságot lát az ember. Mikor idézi a bűnös fél, akit az önzés akkor legyőzött, visszamenne az első választottjához, de már késő. És nem lehet segíteni. Ott is megszületett már a gyerek, annyi ilyen herceúszát lát az ember. Tehát az önzést, tehát ugye most ugye a pszichológia ezt a szót használja mindig, hogy hát narcisztikus személyiség. Ja, ezt ki lehet mondani, de azért Jézusunk nem szokta ezt ajánlani, és mondjuk egy pillanatnyi kalandért föláldozni egy hosszú ideig érlelt döntést, együttlétet, gyerekek halmazát, csak azért, mert most nekem most éppen más kívánatosabb, mint a gyerekektől azonúzott, a gyerekeinktől azonúzott feleség. Olyan nyomorúságokat lát az ember, csak az önzést kéne félretenni. De testvérek, és ennek az önzésnek a kontrollja nagyon pici ám, kicsi dolgokon múlik. Tehát az, hogy kiviszi le a szemetet. Megvárom, hogy ott hiányzik a só, vagy a paprika, vagy a bors, vagy a fogpiszkáló. Most megvárom, míg a másik észrevegye, vagy pedig fölállok és odahozom. Testvérek, az önzetlenséget mindig gyakorolni a házasságban. Tehát ami tönkrevág egy látszólag mintaházasságot, az mindig ez, az önzés. Tehát abban a helyzetben egy kalandért beáldoz mindent. Néha matematika csak. Ott van 5 gyerek a házasságából, itt meg jön egy gyerek. Mondom, fizess ki a gyerektartást, az maradj a családodnál. Ne vedd szét. Ez matematika. És nem képes rá. Nem képes rá. Tehát a vak szeret, önszeretet, mondja a Szent Atya. Ez van, ez a jelző szerkezet is szép, és igaz, sajnos. A vak önszeretet, mikor elural egy embert, és szétver 5 gyereket, vagy nem tudom hány, valóságról beszélek. Ez a vak önszeretet. Testvérek, magunkfajta emberek, sokszor vannak ilyen házasságszakértők, mikor azt mondja, hogy semmi más nem segít, csak a válás. Hát még sok minden más tudok mondani. Szóval az nagy erős fogadalmam, hogy sose fogok asszisztálni a válláshoz. Az emberek maguktól se el tudnak válni, ez nem kell asszisztencia. A vak önszeretetből kiemelni egy helyzetben, sok szép ilyen helyzetet láttam, akkor valaki rádöbben erre. Akkor látszik, hogy képtelenség nekik elválni ma. Az 5-6 gyerek ott van mögöttük. Hogy lehet ilyenbe elválni? Mert most éppen
nem akarok rusztikus lenni. Ma tudjuk, ahhoz, hogy képesek legyünk megbocsátani, át kell mennünk az önmagunknak való megbocsátás és önmagunk megértése tapasztalatán. Tehát ahhoz, hogy megbocsátó legyek, majd mindjárt mondja a Szentlélek tovább is, hadd olvassam tovább. Gyakran saját hibáink, vagy a szeretett személy kritikus tekintete gyengíti bennünk az önmagunk iránti szeretetet. Vagy ez fog visszajönni még ez a gondolat, az önmagunknak való megbocsátás. Tehát sose felejtem, mert életnek egy ilyen személyes élménye. Pesten a Petőfi, a Váci utcán mentem, nyári vagy tavaszi nagybőti lelki gyakorlatot mentem Vászra tartani, és aznap este éppen arról kellett beszélnem, hogy hiszem a bűnök bocsánatát. És ilyen kora tavasz, ilyen nagyon meleg tavaszi nap volt, mikor az autó, akkor Petőfi utca lehetett. Mentek ilyen tavaszi lengébe, lezserbe az emberek. Mondom magamban, hogy most megállnék, és oda mondanám az embereknek a szemébe, hogy hiszem a bűnök bocsánatát, körülröhögnének. Pedig ezen nyugszik, tehát a hitvestársi kapcsolat, ezen nyugszik, hogy hiszem a bűnök bocsánatát. Ebben benne van a gyónás által, mert mindjárt mondja a Szent Atya is, a gyónás általi megbocsátás, és benne van az önmagamnak való megbocsátás. Ez a kettő, most nem akarok meséket mondani, ez a kettő nagyon összetartozik. Tehát ez az előbbi, tehát ilyen házasságtörési história, ami örömlánnyal történt. Szóval, ha magának nem tud megbocsátani, ha nem hiszi, hogy az Isten megbocsátott neki, akkor a megbocsátás képtelenségét hozza létre. De az ilyen kudarc élmények néha arra jók, hogy tudunk megbocsátóak lenni. Gyakran saját hibáink, még egyszer mondom a mondatot, vagy a szeretett személyek kritikus tekintete gyengít bennünket, gyengíti bennünk az önmagunk iránti szeretetet. Ez pedig oda vezet, hogy mások szemével látjuk magunkat, menekülünk a szeretet elől, és félelem tölti be személyes kapcsolatainkat. Tehát amikor képtelen vagyok magamnak megbocsátani, akkor ezt kivetítem a másikra, hogy ő se képes. És ebből jön ki ez a szomorú állapot, hogy félelem tölti be a személyes kapcsolatot. Mert nem hiszem el, hogy a másik képes megbocsátani, mert én magamnak se vagyok képes megbocsátani. Tehát ez is egy ilyen személyes dolog, hogy képes vagyok-e magamnak megbocsátani. Nem hordozok-e olyan terhet, ez a jó gyónásnak ez a titka. Kimondom a bűnt, elengedem, hallom a szót, hogy feloldozlak téged, és megtapasztalom a megbocsátásnak a szépségét. Tehát hányszor mondják az emberek, hogy könnyedén mentem utána haza. Szóval a gyónás az nem egy ilyen értelmetlen vallási gyakorlat, hanem pontosan a megbocsátásnak a megtapasztalása, ennek az öröme. És ebből születik meg a megbocsátás képessége.
Testvérek, itt a pápa mondja egy nagyon szép mondat, de az, hogy nem tudunk végére a dolgot, de még megy az idő. Így aztán hamis megkönnyebbülés jelent, ha másokat hibáztathatunk. De Szent Atya nagyon szépen fogalmaz. Azt mondja, ha nem vagyok képes magam megbocsátani magamnak, akkor megkönnyebbülést jelent, hogy a másikat hibáztathatom. Ez nagyon komoly dolgok. Tehát igazából hiszem a bűnök bocsánatát. Amikor megtapasztalom azt, hogy Isten nekem megbocsátott, és én is meg tudom magamat bocsátani, akkor nem a másik hibáztatásával próbálok fölülkerekedni a magam terheltségén. Nem tudom másként mondani. Arra van szükségünk, mondja a Szent Atya, hogy saját történetünkkel imádkozzunk, elfogadjuk magunkat, együtt tudjunk élni korlátainkkal, és meg tudjuk bocsátani magunknak, hogy ugyanezt a magatartást tanúsíthassuk mások fele is. De testvérek, amikor ez a megbocsátás egy nagyon mély valóság. Nagyon mély valóság. De mondom a Szent Atya ideig, mi nem is beszélt nagyon a másiknak való megbocsátásról, csak az önmagunknak való megbocsátásról. Testvérek, lehet, hogy itt vagyunk, nem problémánk ez. De néha, amikor ilyenek, szóval őszintén fordulnak hozzánk emberek, akkor figyeljünk erre oda, hogy az illető nem hordoz-e olyan terhet, amit nem tud magának megbocsátani. Ez azonban feltételezi annak tapasztalatát, hogy bocsánatot nyertünk Istentől, így van gyónásbe. Tehát az igazi megbocsátottság élményéhez nélkülözhetetlen a Szent Gyónás. Testvérek, mindig ez a fájdalom, és sokszor elmondom ezt a mondatot, hogy mi katolikusok a saját kincseinket nem ismerjük föl. Mert gyerekkorunkban elhajtottak bennünket, a gyuntatószékhöz elmondtuk a verklit, és emelt füvek kijöttünk, hogy nem sültünk benne az imádságba. Ugye így kezdtük, és így maradunk sokszor. De a megbocsátottság élménye, az nem biztos, hogy megszületett bennünk. Tehát amikor Isten gyónásban megbocsát, akkor ő ingyenesen bocsát meg. Tehát nem mondja, ha. Mi a házasságban mondjuk, hogy ha. Ha ez vagy, az nem fordul elő. Egy olyan szeretet ragadott meg bennünket a gyónásnál, amely minden tettünket megelőzi, mindig új lehetőségeket kínált, ösztönöz és kínál, ösztönöz és támogat. Ha elfogadjuk, hogy Isten feltétel nélkül szeret, hogy az Atya szeretete nem megvásárolható és nem megfizethető, akkor tudunk mindenek fölött szeretni, másoknak megbocsátani. Még ha vétettek is ellenünk. De testvérek, a megbocsátás teológiában látjuk, hogy a Szent Atyának a gondolatmenetét is követve, az első az, hogy önmagunknak tudjunk megbocsátani, a másik az, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy az Isten mindig kész a megbocsátásra. És ha ez megszületik bennünk, ez az élmény, akkor már mi is tudunk megbocsátani. Nagyon-nagyon fontos dolgok ezek.
Máskülönben mondja a Szentatya, családi életünk többé nem a megértés, a kísértés és az ösztönzés helye lesz, hanem az állandó feszültség, a kölcsönös gyötrés helye. Bizonyan meséltem, de hadd elevenítsem föl. Szóval fogva tartottatnak börtönben lévőknek, szoktam évenként egyszer misézni. Múlt, amikor 100-nál is többen voltunk. Mátra, Verebély, Szentkúton. És mindig volt a napirendben egy ilyen program, hogy megkérdezzük a püspököt. Mindig féltem attól, hogy butaságot fognak kérdezni. Fogok, mosok-e fogad, vagy ilyesmit. És az első kérdés, sose felejtem el, azt is tudtam, hogy fegyházbéri, tehát a legsúlyosabb büntetett, tehát valószínűleg gyilkolt. Ez volt az első kérdése, hogy tudok megbocsátani magamnak? Ez mindig az alapkérdés a házasságban is. Akkor tudok megbocsátani a páromnak. Viszont az idősebb házasságban ez könnyebben megy már. Mert visszavérzve történik a megbocsátás. Ezért szokták az öregebb házasság mondani nekem, hogy hát tudod, akkor összeeszünk már, olyan gyorsan kibékülünk. El is felejtjük, hogy milyen veszünk össze. Szóval mennél jobban előre halad a házasság, annál könnyebb a megbocsátás, legalábbis felém így csapódik le. Még egy pont van, egy picikét lehet, hogy pár percet túlórázok. Erről beszéltünk is korábban már, ugye nem féltékeny, nem irigykedik a szeretet. Itt így van, hogy együtt örvendezni másokkal. Nem örül a gonoszságnak, de örül az igazság győzelmének. Azt mondja, negatív dologra utal a Szent Pál, amely mérgező magatartás, amelyen valaki örül, ha azt látja, hogy igazságtalanságot követnek el mással szemben. Tehát nem örül a gonoszságnak. Tehát mikor nem annak örülök, hogy a másik jót tesz, hanem hogy na most megkapta a büntetését. Kiosztották. Aztán kiegészíti a Pál apostol, hanem együtt örül az igazságnak. És gal. Együtt örül az igazság. Tehát nem annak örülök, hogy a másik most megkapta magáét, hanem örülök az igazságnak. Azaz örül a másik sikerének, amikor elismerik méltóságát, értékelik a képességeit, jó tetteit. Ez lehetetlen annak, aki állandóan összehasonlít és versenyez, még a házastársok kapcsolatában is, egészen addig, míg nem titokban már a sikertelenségetnek örül. Tehát amikor egy házasság odáig eljut, hogy mikor a gyerek kiosztja az anyját vagy az apját, na már a gyerek is észrevette, és ennek örül. Szóval a szeretet az együtt örül az igazsággal. Nagyon izgalmas és nehéz kérdés ez. Amikor valaki szeret, képes jót tenni másnak, vagy amikor látja, hogy a másik dolgai jól mennek, örül neki, és megdicsőíti Istent, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. Most nem teszem fel a kérdést, hogy tegye fel a kezét az, aki már tudta Isten dicsőíteni mások öröme miatt.
másik sikere miatt. A legszebb öröm a kár öröm, szoktuk mondani. Az úgy szokott menni spontán. De annak örüljek, hogy a másik valamit elért. Szoktuk-e ilyenért dicsőíteni az Istent? Magam fele is kérdezem ezt. Urunk különösen értékeli, ha valaki örül a másik boldogságának. Ha nem ápoljuk önmagunkban a képességet, hogy örüljünk a másik javának, hanem mindenek előtt csak a saját szükségleteinkre gondolunk, arra kárhoztatjuk magunkat, hogy kevés örömmel éljünk, lévén, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. A családnak mindig olyan helynek kell lennie, ahol ha valaki valami jót tesz, tudja, hogy a többiek vele együtt fogják ezt megünnepelni. Tessék, ez is mennyi fájdalmat okoz egy házasságban. Annyiszor hallja az ember ezt a történet, nem? Mondjuk egy egész, emlékszem erre a képre, Gyökösi Endel használja, azt hiszem, hogy a férj régész, és valami értékes leletet talál. Az egész régész csapat őt ünnepli. És akkor hazamegy, és a feleségnek csak ennyi, ez megtörtént esetről beszél Gyökösi, ennyi a kérdése, na mi van a hülye cserepeid, de mit kubikó támálna? Ő hazajön egy munkahelynek az ünnepléséből, ennek az eufóriájából, és a feleség csak a hülye cserepekről beszél. Tehát mikor egy házasság nem tud örülni a másik örömének, csak azt vágja a másik a fejéhez, a feleség, ugye szokott az általában megtudni, nem akarom, nem vagyok nőgyűlő, csak hazajön valami munkai eufóriából, jó, neked könnyű, mert itt a helyt állok helyetted. Miért ne lehetne örülni a házas pár örömének? Olyan gyakori történetek ezek, testvérek. És itt fejezi be a Szent, hogy ezt az évet. Itt fejezi. Tehát, hogy mennyire tudok örülni a párom sikerének. Vagy csak magamat sajnálom, teszem mártírra. Mikor ő neki öröme van. Tehát együtt örülés, a magunknak való megbocsátás, a másiknak való megbocsátás, a gyónás szentsége fölötti öröm. Ennek szabad utána gondolni, és szabad újra kezdeni. Köszönöm szépen a figyelmet. 5 perc túlulázásért elnézést. Köszönöm szépen.